a napokban jött ki a nyomdából, tehát azon szerencsés kevesek egyike lehetek, aki már kezében foghatja ezt a könyvet, amiről a mai nap folyamán, vagy a mai műsorban beszélgetni fogunk. Jó estét kívánok! Ez egy hiánypótló mű, én azt gondolom, Fehérvár sportkönyve, és abban a megtiszteltetésben van részem, hogy én beszélgethetek kollégámmal és a könyv szerkesztőjével, szerzőjével, Vakler Lajossal. Szia Lajos! Szép jó estét, szervusz! Szia! Én, ha jól emlékszem, akkor gyakorlatilag azóta, hogy én ide kerültem Székesfehérvárra, az most már ides tovább 10 éve, ez folyamatosan napirendben volt ez a kérdés, hogy legyen egy ilyen könyv, és hogy akarsz egy ilyen könyvet csinálni, írni. És az jutott eszembe, miközben gondolkoztam azon, hogy lesz-e elég idő mindenről beszélgetni, hogy arról mindenféleképpen meg kell emlékezünk, hogy valahogy olyan szerencsés csillagállás van most, hogy pont néhány nappal, 2 héttel Székesfehérvár legújabb olimpiai érme után kerülhet a polcokra ez a könyv. Igen. Hát ugye Kovács Saci bronzérme az most mindent visz. Egyébként tehát pontosan ezért már megvan az első lökés nekem, ha úgy tetszik, a könyv második kötetének megírására, hiszen a Saci nem sokára lesz a vendégem. Igen, én azt gondolom, hogy ez azért hiánypótló, mert nagyon sokat beszélünk sportról. Ti a sportban éltek, én is így voltam ezzel. 6 éves korom óta a sportban élek, mondhatom, mert hogy az én iváncsai nagymamám, amikor ott nyaraltam nála, nyaranta, és szemben volt a posta, és összesen 2 népsport járt a faluba, az egyik volt Árus, a másik meg Tunyogi Józsi bácsi, aki az 1932-es Los Angeles-i olimpián középső birkozásban lett bronzérmes, és ő oda költözött, miután abba hagyta, tehát már nyugdíjas volt, és 1 forint 20 fillér volt a sport. Azóta bárhol járok, tehát külföldön, nagyszerű külföldi utakon vettem részt, de az egyetlen, ami hiányzik, és ezt nagyon komolyan mondom, a nemzeti sport. Egyszerűen nem múlhat el nap, hogy ne azzal kezdődjék nekem. Tehát mindig éred bennem, hogy kell, hiszen Székesfehérvár sportélete páratlan. Ugye ezt sportriporterként mélységében ismered, és hát ezt tudjuk. Tehát akartam ezt a könyvet nagyon. És miért csak most? És mondom még egyszer, hogy szerintem a baromi szép történet az, hogy pont... Ez nem olcsó történet. Tehát azért hozzá kell tennünk, ennek olyan anyagi vonzata van, plusz azt szerettem volna, hogy az első kötet, hangsúlyozva, hogy az első kötet mielőtt, mert már most hallottam megjegyzéseket, hogy ki mindenki hiányzik, természetes. Azt akartam, hogy úgy legyen az az első kötet, hogy én teljesnek érezzem. És teljes mindig, lett? Mindig megvolt a szándék, persze, hogy nem. De mindig megvolt a szándék bennem, csak mondom, tehát ehhez kellettek támogatók, és itt azért hadd mondjam el, hogy Cserpakovics András polgármester úr fülébe jutott ez teljesen véletlenül. Lukács Józsefnek mondtam el a tervemet, és ez akkor volt, mikor megkaptam a megbízást a Demeter családból, hogy a Demeter Vili bácsi visszaemlékezéseit szerkesszem meg. És párhuzamosan ezt elmeséltem neki, és mondtam, hogy tulajdonképpen a kézirat már kész van, csak nincs rá módom, és nincs annyi támogató, hogy ez megjelenhessen. És a legnagyobb meglepetésemre körülbelül 2 hétre rá polgármester úr behivatott, leültünk, és azt mondta, hogy ez van annyira nagy ívű történet a Demeter Vili bácsival együtt, hogy Székesfehérvár önkormányzata támogatásával jelenhessék meg. Ugye 60 darab interjú került be a kötetbe, és azon is gondolkoztam, hogy tényleg az életnek nem nagyon van olyan területe, ahol te ne fordulnál, vagy ne fordultál volna meg. Ugye voltál a Fehérvár Televízió sportszerkesztőségének vezetője is, még amikor a Somosikrek például bontogatták a szárnyaikat, ugye az Oli meg Ákos, hogy sportot szeretsz a legjobban írni? Mert ha valakire, akkor át biztos, hogy igaz, hogy a legtöbb embernél... Kultúrát és a sportot, ez a kettő nálam elválaszthatatlan. Számomra a sport a kultúra része, az emberiség kultúrájának része, és minden sport. Van persze, amit nem kedvelek, de az nincs is benne a könyvben. De ez nem jelenti akkor azt, hogy aki nincs benne, az nem kedveled. Az egyértelmű. Ez egyértelmű. Nem erről szól.
Hogy álltál az egésznek neki? Hiszen tényleg 60 darab interjú, és tényleg nem egy olyan kiadványról van szó, amiben tényleg mondjuk így, hogy a csak és kizárólag a múlt nagy legendái szerepelnek, hanem itt azért még aktív van a sportban dolgozó emberek is benne vannak. Az aktívak közül, aki nem a csúcson van, illetve nem reflektorfényben, az úgy kerül az én látószkörömbe, hogy egyszerűen nézem, hogy 30 éve adott esetben foglalkozik egy sportággal, játékosként, majd később edzőként, vagy bármilyen más adott esetben, és soha senki nem szólal meg róla. Tehát csak egyet mondok, egy kiragadott példa, itt van nekünk Molnár Feri bácsi, akinek én azt mondom, a 70-es évek elejétől, 60-as évek végétől, a 70-es évek végéig, a 80-as években már a kosárlabdában egy olyan masszőr, gyúró volt, olyan lelkitársunk volt, hiszen én is játszottam ugye a Videótonban, bár az első csapatban nem, aki, én mindig szégyeltem magam, hogy találkozunk vele, mindig biztosítjuk arról, hogy mennyire nagyon szeretjük, aztán elfeledjük. Legfeljebb, mint most, hogy kap egy tiszteletjegyet a meccsekre, a belépésre. És nem foglalkozunk azzal, hogy mi mindent köszönhetünk neki. Tehát ilyen motivációm is volt egyébként. Mert nyilván a legnagyobbakra mindenki emlékszik, és emlékezni is fog. És természetesen a legnagyobbak ettől függetlenül benne vannak, tehát az nem vitás. Csak azt mondom, hogy a háttérben szereplő utánpótlás edzőknek is igenis teret kell biztosítani, hogy megismerjük őket. És van benne kolléga is. Nekem Török Laci bácsi, bármennyire is tegeződünk, de sosem tudtam Lacinak hívni, pedig tanárom volt, nekem Török Laci bácsi. Én nagyon szeretem Török Lacit. Most, mikor megjelent a könyv, az egyik első volt, akit felhívtam. Mégpedig azért, mert ő egy új stílust hozott, amikor idejött Székesfehérvárra, és a Fehérvár TV-ben elkezdett dolgozni. Egy rendkívül közvetlen, de a mélységeket kereső kutató és hozzáértő embert ismertem meg benne. Aki egy remek ember és remek sportriporter, és nem csak azért, mert legendák fűződnek a nevéhez, hogy ilyen nincs, és mégis van. Így van, Egerszegi Krisztina, Egerszegi legendás Krisztina. Rádiós közvetítése 88-ból, Szőúból. Egyébként pedig nem válogattam. Tehát akikkel én annak idején beszéltem ilyen-olyan ügyből, a Török Laci például, mikor mielőtt elment, ugye neki távoznia kellett innét, erről keveset beszélünk, még 7-8 éve, tehát vagy 10 is hát van már. Valószínűleg 11 talán, mert igen, pont nagyjából egy átalakítás egymást. Volt, nem és távoznia kellett, nem miattatok, persze. Akkor én beszélgettem vele, hogy szerettem volna megismerni a pályafutását úgy, ahogy ő mondja. Tehát pontosan azért választottam ezt a formát, hogy lexikális adatok vannak benne ugyan, de csak a fő sodorban. Tehát nem arról, hogy ki, mikor született, és így tovább, hogy arra építettem, hanem utána néztem, és próbáltuk megismerni az embert. Mert ahogy a könyv előszabában is az utolsó mondat arról szól, hogy ők mi vagyunk. Sikereikben, bánataikban. Tehát ez nem csak egy sikersztori, hanem jószerivel minden benne van. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a szónak abban a hagyományos értelmében ez nem egy sportkönyv, hogy az ember kinyitja, és akkor mondjuk Vörös Zsuzsa összes eredménye benne van, és ezzel indul, hanem tényleg történetek és az ember van mögötte. Mennyire volt egyébként nehéz nagyon adott nehéz. Esetben? Hát egyes emberekkel nagyon nehéz, hogy kitárulkozzanak. A bulvárt egyébként is kerülöm. A sportba pedig nem is való. Én most is száműzöm a gondolataimból, hogy olyasmit kérdezzek, mert a bulvár most felöleli azért a sportot. Mi nagyon jól látjuk, hogy mindenki a szenzációt hajhássza, mármint az újságíró kollégák egyik fele. A másik fele az inkább, hogy mit, hogyan ért el valaki, és milyen gondolatok születnek meg bennem, meg az olvasóban. Számomra ez a lényeges. Van-e kedvenc? Mert az látszik, hogyha, és nyilván ez Fehérvár sporttörténelméből, sporttörténetéből és jelenjéből is kitűnik, hogy azért, ha végignézzük a névsort, akkor labdarúgók és jégkorongozók viszik
ha a mennyiséget meg nézzük, meg a prímet, meg a kosárlabdázók, így meg van. Meg a többiek. Hát nekem óriási kedvencem mindenképpen a diszfivérek. És nem csak azért, mert a Peti, ugye barátom, egy szobában laktunk, a Lacikát együtt nevelgettük annak idején, hanem azért is, mert egy különös korban született meg a Peti. Állítom, hogy világklassz is lehetett volna, ha nem egy olyan korban élünk, amikor még nem nyíltak ki a határok abban az értelemben, hogy nem tudott elmenni az idejében. Így került ugye csak egy lúzer csapathoz, az Erfurthoz, ez furcsa, hogy ezt mondom, de hát egy kismillió együttes hívta őt. És a másik, hogy elindult Bajáról, egy olyan tehetséggel, hogy simán lehetett volna válogatott, NB1-es válogatott kosárlabdázó. És lett belőle egy kapus, aki magának való, és ugye tudjuk, hogy a kapusok elvarázsoltak, úgyhogy nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, hiszen mondom, egy szobában laktunk a kollégiumban, együtt nőttünk fel, együtt nyertünk ifi bajnokságot, és így tovább. Tehát a futball egy kicsit nekem más. Ugyanakkor azokat, akik olyan sportákat űznek, mint például a kajakkenó, Fidel Laci, Kovács Zoli, hogy hogyan emésztették meg a kudarcokat, hiszen olyan pályafutásuk volt, ami példaértékű. Ugyanakkor hiába sokszoros világbajnokok, az olimpia nem jött be, ha úgy tetszik. Tehát az is egy külön sztori. De egyébként mindenki. Tehát én azt mondom, ha a balsói fivérekről beszélünk, kevesen tudják, hogy ők voltak a kosárlabda alapjai. Isten nyugosztalja Nagy Gáborral együtt Székesfehérváron. Ők teremtették meg annak a lehetőségét, hogy egyszerre olyan város még nem volt, mint Fehérvár, hogy két NB1-es kosárlabda csapat legyen, és akkor még volt ugye a női kosárlabda csapat, és szintén remek. Tehát igazából nem tudnék megnevezni. Mert akkor ebben egyébként egészen biztos voltam, hogy így hallgatlak, az jutott eszembe, hogy azért te interjúk nélkül is meg tudnál tölteni egy könyvet. Nagyon szeretem a sportot, tehát mondom, mindenem a sport. De a mai sportot egyébként mennyire szereted? Hiszen amikor te voltál, azt mondtad, hogy 6 éves korod óta minden, az életed minden napjait. Minden. De nem nosztalgiázom, azt gondolom, hogy lépni kell. Nyilvánvaló, hogy az online tér, ami most eluralkodott, az ilyen értelemben jót tesz a sportnak, hiszen ismerté teszi, de azzal, hogy minden rezdülését ismered egy sportolónak, az már szerintem néha túlmegy minden határon. Tehát én egy kicsit visszavennék, és ami nekem hiányzik, az a bensőséges történetek, és nem is lesz szerintem, most már ilyen, nem, nincsenek illúzióim, tehát már nem lesz olyan, hogy a városban sétálsz és találkozol válogatott futballistával, kosárlabdással, bárkivel. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a Videoton már nem az a Videoton, MOL-Fehérvár, mindegy, hogy hívjuk, mint régen, hogy mentél az utcán és jött veled szembe Karsai Kovács Józsi macska, és megállítottad és kezet foghattál velük. Ugyanezt mondom, hogy nem jön veled szemben Dávid Kornél, Matus és a többi. Nem jön veled szemben, mert egyrészt Pesten laknak, kevés kivétellel, másrészt pedig annyira felgyorsult a világ, hogy még az öttusázó lányokkal sem tudsz napi kapcsolatot kialakítani. Pedig velük aztán. Igen, tehát itt van nekünk Alekszejev Tamara, itt van Kovács Saci, és így tovább. És ez minden sportágra igaz Fehérváron. Tehát ugye te benne vagy folyamatosan, nagyon is jól tudod, hogy a női kézilabda csapat egykori sztárjai azért itt voltak nekünk mindig, Deliritájék, stb. Most nulla az esély, hogy megszólítsd, mert a sztár az külföldi, a fiatal lehet, hogy nem is itt lakik, még sokkal inkább elfoglalja, hogy bekerüljön a csapatba, hogy... Vagy esetleg meg sem ismerjük az utcán, annyi inger ér bennünket. És a másik, amit pedig nagyon hiányolok, a közönség. Azért szeretem a jégkorongot mindenek felett, és nem csak azért, mert ott voltam az első meccsen még a régi csarnokban, illetve nem is volt csarnok, hanem csak egy körben egy plexifal,
és foházakban öltöztek, és rajtunk nézőkön keresztül jöttek ki, ugye 77-ről beszélek, tehát azért szeretem Pallatóniékat, Csicsóékat, mert ők ilyen értelemben nem változtak, és azok a jégkorongos sztárok, mert ők valóban sztárok, hiszen azért A-csoportos szintet képviselnek, velük találkozol. Ott ülnek, nyalja a fagyit. Oda mész, kezet fogsz. Ennyi, ha ismered őket. És korántsem véletlen, hogy teltház van a Raktár utcai csarnokban. Mikor voltál utoljára meccsen egyébként? Jégkorong meccsre hívnak, de ott nincs annyi időm, hogy 2,5-3 órát ott töltsek, ez az igazság. De hát nagyon régen, 2-3 éve is van talán. Akkor is a Csicsó hívott, aztán egyszer ott voltam. De figyelemmel kísérem, olvasom a honlapjukat, olvasom a sportot, tudom az összeállítást. Ennyi. Nézed a meccseket a tévében? És nézem a meccseket a tévében, persze. És labdarúgó mérkőzésen mikor voltál utoljára? Direkt nem járok, szándékosan. Az az igazság, hogy nem tudok azonosulni. Nem tudtam azonosulni, nem titok azzal az elvvel, amit ma jószerivel minden klubnál. És Fradi Druckerként mondom neked, mármint, hogy te vagy Fradi Drucker. Én vagyok az, nehogy itt valaki megvádoljon téged a későbbiekben. Én nagyon hiányoltam egy olyan vezetést, mint a Kubatov Pesten, nagyon hiányoltam egy olyan szakmai vezetést, mint, de most nem is jut eszembe ki a szakmai igazgató. A Ferencvárosnak? Ja. Az Oroszpali. Ja, az Oroszpali, igen, aki szintén egykori Fradi futballista. Én hiányolom a gyökereket a Fehérvári klubból, hiszen remek fiatal játékosaink vannak, akik MB2-ben vannak, vagy éppenséggel Fehér megyei első osztályú csapatokban játszanak, mert egyszerűen nem jutnak még az első csapat közelébe sem. És állítom, hogy nem csak a tehetség hiányzik, hanem türelem, hanem a türelem is. Ami viszont annak köszönhető, hogy a rengeteg pénz, amit befektet a tulajdonos, az eredménykényszert követel. Tehát nem járok. Kosárlabda meccsre igen, hiszen lelkem jobbik fele, aki egyébként ugye a fotók nagy részét köszönhetjük, és még a Tóth Adrit hadd említsem meg, hiszen a tördelő szerkesztő valamennyi könyvemnél ő. Nos, ő jár meccsre, én néha azért a kosárlabda meccsre kimegyek, hiszen ott azért jó találkozni a régiekkel. Hogyan tovább? Akkor Kovács Hacival indul a következő, bár nem vele, mert ez is ABC-ben van. Az ugye? ABC-ben van. De a Saci kiemelt mindenképpen. Én azt gondolom, mindenki benne lesz. Akit nagyon sokan hiányoznak, nem vitás. De ugye a terjedelem és korlátokat szab ennek, úgyhogy lesz belőle. De azért azt jövőre, tehát 1222-ben az aranybulla évforduló, 800. évfordulója, tehát 22-ben jövőre megjelenik a Fehérvár krónikája című könyv, amelyben a kultúra mellett, tehát a színház, szimfonikusok, táncegyüttes, balett mellett a sport is az enyém, és abban a kötetben már benne lesz a Saci is. Illetve sok mindenki, aki ebben még nem szerepel, 5000-es szócikkek, hiszen Székesfehérvár sportváros nem csak a királyok városa, hanem a sport, a kultúra. Én azt hiszem, hogy egy gyönyörű szép helyen élünk. Hát egy remek városban élünk, az egészen biztos. Aki, csinálunk egy kis reklámot, aki meg szeretné venni ezt a könyvet, ami első körben 600 példányban jelent meg? Igen. Most ez úgy lesz, hogy azt beszéltük meg, hogy ezen a héten, tehát még semmiképpen sem, tehát a szeptember első vagy második hetében lesz egy könyvemutató a Városháza dísztermében, majd ezt követően elérhető lesz a Fő utcai könyvesboltban. Mekkora az érdeklődés? Mert azt én emlékszem, nem is az, ahogy írtad, mert nyilván ez egy több év munkája, de tudom, hogy jöttél be, és mondtad, hogy már 100 példány, már 200 példány, igen, már innét bejelentkeztek. Tehát a jelenállás szerint, tehát jut a könyvesboltba, de csak azért, mert egyébként nem jutna. Tehát akkor kell gyaníthatóan igen, ez öröm számomra, és hát ezúton is azért a támogatóknak szeretném megköszönni mindnyájuknak, de különösen mondom az önkormányzatnak, illetve polgármester úrnak, mert ez fontos, hiszen ő írta az előszót pontosan ezért.
Úgyhogy lesz második kötet, csak nem tudom, hogy mikor. Hát reméljük, hogy minél hamarabb, mert az azt jelenti, hogy sok olyan fehérvári sportoló ér el olyan eredményt, ami be kell, hogy kerüljön, és hát én azt gondolom, hogy abban bízunk, hogy nem csak második, hanem majd harmadik és negyedik kötet is lesz. Én bízom benne. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, Lajos. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet, és hát aki teheti, keresse, és jusson hozzá, mert tényleg érdemes, és egy hiánypótló, amivel kezdtem a műsort, egy hiánypótló kiadványa, Fehérvár sportkönyve. Viszontlátásra!